Ronnie Coleman napjainkban. Maradjatok velem! Üdvözlök mindenkit, Tari Ádám vagyok, és itt is lennék egy újabb informatív videóval Ronnie Coleman-nel kapcsolatban. De most ki ne hallott volna Ronnie Coleman-ről, aki mégse, annak egy kis statisztikát mondok. Ronnie Coleman kérem szépen egy 8-szoros Mr. Olympiánk, testépítünk, profi testépítünk, akinek a versenysúlya annó 134 kg volt, és off-szezonban 150 kg-ot nyomott a pali. A bicepsze 61 cm körül volt, a melle 1,52, a combja pedig 91 cm. Azért 91 cm-es combok, hát gyerekek, az egy nagyobb fatörzs. A 8 Mr. Olympia címét 1998 és 2005 között szerezte. Ekkor volt ő Mr. Olympia. Jelenleg amúgy 56 éves a palika. Nem mondom, hogy teljesen jó kondícióban van. Fogok majd mutatni egy videót nektek a videó végén. Viszont jelen esetben beszéljük át, hogy mik is történtek az elmúlt pár évben vele. Na most igazából a versenyzése óta, mondhatni, hogy 2007 óta több mint 10 műtéte volt. Sebész szikéje szinte mindenhol járt már. Nyakában, hátában, lábában, csípőjében is, és kétség kívül a gerinc műtétei vettek el legjobban az egykori nagyságából. 2016. február 2-a volt Ronnie Coleman egyik legrémisztőbb napja. Ekkor ugyanis igyekezett volna elérni a repülőjáratát, amivel hazarepült volna az államokba, hirtelen lábai rongybabaként csuklottak össze, ezt a szörnyű helyzetet pedig az okozta, hogy a derekába épített négy csavar eltört, úgyhogy mehetett igazság szerint vissza a kórházba, ahol újból megműtötték. Itt követte egy jó kis 13 órás operáció, strapabírók csavarokat építettek be neki, ezután pedig egy hónapig ágyhoz volt kötve, tehát nem volt neki edzése semmi, úgyhogy nem kicsit eresztett le akkor. Ezután különböző gyógytornákra járt, és viszonylag sikerült helyre billenteni. Utolsó műtéte amúgy 2019. januárjában volt. Most az a kérdés, hogy ennyi műtéttel megérte-e ezt csinálni, ugye nyilvánvalóan a súlyok miatt, a súlyok tették tönkre, a kemény, nehéz súlyos edzések tették őt tönkre, felhúzások, guggolások, brutál súlyokkal edzett, nem hiába lett legenda. Kérdés az, hogy megérte-e ezt csinálnia, és a válasz egyértelmű igen, legalábbis számára igen, mert legendává vált, mindenki ismeri. Igaz, rengeteg pénzt keresett a testépítéssel, a hírnevével, viszont annak a pénznek a többségét most kórházi kezelésekre költi, de ez az ő dolga, még mindig egy legendáról beszélünk, és egy fantasztikus testépítőről. Na jöjjön az a videó, amit szerettem volna nektek hozni ebben a részben, ebben a videóban, ugyanis úgy néz ki, hogy most már mankó se kell ahhoz, hogy lábra álljon és hogy járjon. Itt egy felvételt láthattok, amikor is keni magát Ronnie Coleman valami gellel, vagy mi az istennel, és hát eléggé brutál jó formában van az öreg. Eléggé száraz, úgyhogy nézzük meg most ezt a videót. Because once I get in the gym, I'm sweating too much to put this hot cream on, so I put it on outside before I go in the gym and do my cardio and all that kind of good stuff. So all I do is just rub it on right here, like so. Rub it in real good, like so. This is my new routine for the summer. I normally go inside the gym and put this on, but like I said, tehát nem gyenge a forma, ami mindig száraz, brutál izomtömeggel, amit láthatjátok, úgyhogy hát le a kalappa előtte. Úgy néz ki, hogy viszonylag most jól érzi magát a testében, és reméljük ez így is marad, ugyanis 56 évesen azért nem lenne jó tolószékbe kényszerülnie élete végéig, mert 56 év még nem az a kor, amivel ez szerintem oké, vagy elfogadott. 56 éves, még mindig fiatalnak mondható. Én még mindig fiatalnak mondanám, úgyhogy hajrá Roni, így tovább, edzi résszel, és reméljük, hogy ez egyre jobb lesz. De amit láthatjátok, nem annyira gáz a helyzet azért korához képest. 56 évesen brutál izmos izomtömeggel, száraz izomtömeggel rendelkezik. Nagyon jó formája van még mindig, úgyhogy nem rossz. De írjátok le ti, hogy mit gondoltok róla. Írjátok le ide a komment szekcióba, én kíváncsian várom, hogy ti mit gondoltok, ti hogy látjátok, esetleg ti mit tudtok róla, lehet, hogy lesznek extra új információk, amiket ti elmondtok nekem itt a komment szekcióban, amit én nem tudok. Úgyhogy várni fogom, hozunk egy kis beszélgetést össze a videó alatt,
és ahogy tudok, reagálok rá, reagálok minden kommentre, ahogy lesz egy kis idő. Köszönöm szépen a figyelmet, akinek tetszett a videó, az csapasson rá egy lájkot, ossza meg és írja le kommentbe, hogy mit gondol. Aki szeretne személyre szabott edzésteret vagy étrendet, tudja, mit kell tenni, látogasson el a weboldalamra, ami az aramtari.fizik.hu, vagy küldjön e-mailt az aramtari96@gmail.com-ra. És aki nem tette meg, iratkozzon fel, még több hasonló videóért, érjük el a 200 000 feliratkozót. Köszönöm szépen a figyelmet még egyszer, Dari Ádám voltam. Peace.